Sziasztok! Itt egy újabb toplista, és ezúttal összeszedtünk 10 olyan magyar válogatott labdarúgót, amely jelenleg a másodosztályban játszik, de akár helye is lehetne a magyar válogatottban, vagy éppen sokáig meghatározó játékos volt. Úgyhogy jöjjön ez a toplista. Most talán kicsit kakuktojás listánk tizedik helyezettje, hiszen Hefler Tibor mindössze csak kétszer volt magyar válogatott még 2014-ben, ellenben megjárta az utánpótlás válogatottakat, az U19-es csapatban még gólt is szerzett, emellett jelenleg az Ajka játékosa az MB2-ben Hefler, de megfordult korábban a Honvédban, a Ceglétben, a Puskás Akadémiában, a Videótonban és a Paksban is. 9. helyen a győri Jato veterán védője Lipták Zoltán. Lipták 2010 és 2014 között volt magyar válogatott, emellett a 18 válogatottság alkalmával egy gólt is szerzett. Nem ez az első MB2-es klubja, hiszen a másik győri csapatban a gyírmódban már megfordult 2019 és 2020 között, majd utána szerződött az Etohoz lipták, emellett eltöltött hosszú időt Diós Györben, megfordult az Újpestben, a Videotonban, illetve korábban még a Pápában és Angliában a Southampton csapatában is játszott. Listán 8. helyén Varga József, aki a Debrecen játékosa. Varga 2009 és 2018 között játszott a magyar válogatottban, ugyan gólt még nem szerzett nemzeti színekben. Korábban azonban nem csak a Grojtenfürt és a Midlisború csapatát járta meg, hanem többek között a Molfehérvár, a Puskás Akadémia, és most újra a Debrecen csapatát erősíti Varga. A hetedik helyen Otikba Kenet szerepel, aki jelenleg a vasas hátvédje. Otikba ugyan holland származású, de ez már a második magyar klubja, hiszen 2017 óta megfordult a Ferencvárosban, ellenben a 2020-as bajnoki cím után eligazolt angyal földre, és jelenleg már három gólnál jár új csapatában, a Vasasban, két fordulóval az árás előtt, amikor ez a videó éppen készül. Otikba 2018-ban Kazaksztán ellen debütálhatott a válogatottban, még Zsors Lékenz irányítás alatt, és mindössze eddig csak két válogatottsága van. Istán következő helyen a szombathelyi haladás védője Devecseri Szilárd található, aki már a második korszagát tölti szombathelyen, emellett megfordult mezőkövesden, illetve a nagy riválisnál az szegnél is. A magyar válogatottban mindössze háromszor játszott Devecseri, de mindenki számára felejthetetlen az az öngól, amelyet Hollandia ellen szerzett, sajnos rossz emlékeink vannak róla. Az ötödik helyen a vasas támadója Fecesi Robert szerepel, aki már 2005-ben bemutatkozhatott a magyar válogatottban, majd hosszabb kihagyás után márkor Rossi 2019-ben ismételten meghívta a válogatottba Fecesint. Fecesi eddig 12 mérkőzésen 4 gólt szerzett, illetve a magyar 21-es válogatottban 15 meccsen 7 gólt is elért. Emellett játszott többek között Olaszországban, az Ascoli, a Brescia és a Padova csapatában is megfordult, Magyarországon pedig volt az Újpest, a Sopron, a Debrecen, a Videoton, legutóbb pedig az Újpest, illetve a Vasas játékosa, illetve volt koreai és török kitérője is. A 2019-ben két nagyon fontos ebés is eldöntő Pátkai Máté következő helyezetje, aki szintén a Vasas labdarúgója, akár csak Otikba vagy Fecesi. Pátkainak ez a két gólja van mindössze a válogatottban, ahol már 2012-ben bemutatkozhatott, de 2011 ben és 2016-ban sem lépett pályára, hogy 2020-ban sem a nemzeti csapatban. Pátkai még az MTK-ban indított el karrierjét, majd utána a Győrben folytatta, melyel bajnok lett, ugyanígy bajnok lett a Videotonnal is, jelenleg pedig a Vasassal a másodosztályban szerepel. A dobogó alsó fokán a Debrecen és a magyar válogatottnak sokáig meghatározó bal hátvédje Korhut Mihály szerepel, aki Azerbajdzsán ellen, amely egyébként az utolsó válogatott tévében volt. Azon a mérkőzésen szerezte meg egyelőre egyetlen válogatott gólját, Korhut, aki a Debrecenben indította karrierjét, de volt egy kis kaposvári kitérje is, ezután pedig eligazolt Izraelbe, majd a görög Áris Szalonikiben játszott, 2020-ban pedig miután kiesett a Loki az MB2-be, a másodosztályú Debrecenhez igazolt, ahol már van gólja is Korhutnak. Második helyezett a 17 gólos Priskin Tamás, hiszen Priskin 17 gólt szerzett 63 válogatott meccs alatt 2005 óta a magyar felnőtt válogatottban. Priskin karrierje még Győrből indult 2000-ben, majd utána megjárta Angliában a Watford, a Preston, az Ipswich, a QPR, a Swansea, illetve a Derby County csapatát, utána eligazott Szlovákiába, Ausztriába, onnan pedig Izraelben a Maccabi Haifa csapata következett, utána egy évre visszakerült Győrbe Almazetót, kizárták az NB1-ből, így a szlován Bratislava mellett tette le a névjegyét, utána pedig jött a Ferencváros, amelyben nem aratta találba babírokat, babérokat, onnan kölcsönadták egy évre szombathelyre, ahol 7 gólt szerzett, kiesett a haladással, és utána 2020-ban pedig a már MB2-es igazolt Priskin, és jelenleg vezeti az MB2 gólövő listáját a videó felvevése pillanatban 22 góllal áll Priskin. Listánk első helyén nem meglepő módon a 108 os magyar válogatott Zsuzsák Balázs szerepel, aki 2007-ben debütált még a magyar válogatottban. 108 meccse alatt 21 gólt szerzett, és ugye Debrecenből indult a karrierje, amely csapatban most jelenleg játszik Zsuzsák. Utána a PSV-ben eltöltött évek után mindenki nagy jövőt jósolt neki, egyébként a topligák helyett végül az orosz Anzsi Mahácskele csapatát választotta, majd eltöltött három évet a Dinamo Moszkvában, és végül a Burászporban folytatta. Onnantól kezdve jöttek az arab évek, három arab csapatban is eltöltötte azt a négy évet, ami után visszaigazolt Debrecenbe az MB2-be és így jelenleg a válogatottról és nagy valószínűséggel az EB szereplésről is le kell mondania. Ha tetszett a toplista, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Ha pedig van, toplista javaslatotok, vagy ti máshogy alakítottátok volna a listát, vagy más tettetek volna be valaki helyére, aki mondjuk nem fért fel erre a tízes listára, nyugodtan írjátok meg kommentben, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!